én azt hiszem, annál többet nem mondanék, mint ami ki van írva. Lévén ez egy adrenalin növelő szekció, de tovább nem növelném, hanem annyit tennék hozzá az elején, hogy három, össze-vissza három gondolatot szeretnék csak megosztani a közönséggel, a múzeumok hasznáról. Semmi lehetőleg olyanokat, amit nem gondoltunk róla. Tehát az első, az az élmény lenne. Tehát, hogy akkor, amikor arra a dologra gondolunk, hogy múzeum, kiállítás, kiállítás, látogatás, akkor nagyon ritkán gondolunk erre, hogy intenzív élmény, mert inkább egy színház látogatás, vagy egy film jut eszünk be. Noha a múzeum látogatás legalább ennyire intenzív lehet, ez Kicsit hasonlít ahhoz, mint ahogy az olvasásra gondolunk, Ez az olvasás is egy igen-igen intenzív élmény. Olyan eseményekhez, olyan tér idő utazásokhoz, olyan információkhoz, olyan emberi jelenségekhez juthatunk így közel, amiben a való életben soha nem találkozhatunk. Tehát nem csak a múlt a tér, az idő, az ember érinthet meg minket a múzeumban, hanem nagyon sok minden önmagunkból is felszínre jön. Tehát ez, ez, a fajta személyesség, ez a fajta személyes élmény. A másik, ami nagyon izgalmas ebben, az idegenség tapasztalat. Tehát az önmagam ráismerésére akkor jövök rá, hogy ki vagyok én, ha az idegennel találkozom, valamivel, ami más. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon reflektált viselkedésre kényszerít engem a múzeum. Ez egy nagyon nagy haszon ugye itt látjuk itt a sarokban a, egy 12. századi fali kárpiton, amit a keresztes lovagok levágják a szaracén ellenfeleik fejét. Ez minden műtárgy a jelen által befolyásolt. Tehát minden, ami ma ér minket itt és most, az, az átértelmezi azt, amit a múzeumban látunk. Tehát az a fajta statikusság, amit a múzeumról gondolunk, az azt hiszem nem igaz és akkor rögtön itt már a következőre mennék. Tehát a, ami ebből következik, és talán össze is kapcsolódik vele, az egyéni és a közösségi identitás megteremtésének a helye is lehet a múzeum. Itt az, most a nagyobbik hangsúlyt azt az egyénire tenném, a közösségi azt talán nyilvánvaló, hiszen a múzeumok mind értékőrzők, tudjuk, hogy hol vannak ezek az épületek, mindannyiunkat megrendít, hogyha egy archívumot, archívum elpusztul, ha egy gyűjtemény elpusztul, de talán ritkábban gondolunk arra, hogy a személyes identitásunk megteremtésében is egy, a múzeumoknak nagyon nagy szerepe van. Tehát ha olyasmire gondolunk például, hogy mindenkinek van egy személyes archívuma, ugye ez az érzelmi memória által kiválasztott tárgyaknak a gyűjteménye, olyan tárgyak, amelyeket egész életünkön át folyamatosan költöztetünk, viszünk magunkkal, és ezek a tárgyak ezek gyakran már nem is biztos, hogy mint tárgyak fontosak, hanem valahol azt a múlt részt őrzik belőlünk, ami számunkra fontos. Tehát, hogy egy kicsit egy ilyen, ilyen kézefoghatóbb ö, példával éljek, tehát amikor ö, lehet, hogy a fotó a gyerekkori születésnapról az már, ö, azt már nem tudjuk, hogy, mi, hogy pontosan hogy keletkezett, de pontosan tudjuk elmesélésből, hogy mi történik rajta. Tehát ez a hová tartozom, ki vagyok és mi érdekel engem. Tehát tulajdonképpen ezek a reflexiók, ezek sokkal könnyebben létrejönnek egy olyan térben, ahol, ahol egy valamiféle másság vesz körül, mint a hétköznapi térben, az utcán, az otthonomban, ahol élek. És akkor egy utolsó kép. Ez pedig a rugalmasság, a flexibilitás a múzeumok. Múzeumról, intézményről ezt nagyon ritkán gondoljuk, mindig azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon statikus valami. Itt a képek is jelzik, hogy hihetetlen a társadalmi hasznosságban az a, az a fajta változatosság, amihez, ahogyan az időben és térben ez a meglehetősen konzervatívnak látszó intézmény alkalmazkodik képes az igényekhez. Tehát akár az emblematikus múzeumépületek, mint amik a városképnek a meghatározó részei, válnak, hiszen ez egy műfajjá vált a műzajmépítés A zártság és nyitottság, tehát a demokratizálódás révén, a mindenki számára való nyitottság révén tulajdonképpen a hatalmi térnek, az ideológiai térnek a részévé váltak, tehát a valamilyen módon a hatalmi reprezentáció terei is. És talán a legfontosabb az, hogy amikor arra gondolunk, hogy mi minden változott az utóbbi évtizedekben a múzeumokban, hogy megváltozott egy alapvető hozzáállás, azt hiszem a látogatók és a múzeum részéről is, hogy nincsenek már azok a megbonthatatlan panteonszerű terek, hanem egy nagyon nagy mozgalmasság van. Elkezdődött egy, egyfajta változás, tehát ez a nézd meg hosszan, alaposan, de ne nyúj hozzá instrukcióból átalakult a fogd meg, nézd meg, járd körbe, bújj bele, irányítsd, és főleg értsd meg instrukcióján vált. Tehát ez egy nagyon gyorsnak tűnő változás a mi életünkben, de én azt gondolom, hogy ez a múzeumnak, mint intézménynek az egész történetére jellemző. És azt gondolom, hogy talán mindenfajta teoretikus megközelítéssel szemben, ami azt mondja, hogy ez az utóbbi évtizedekben egy ilyen hihetetlen dinamikus dolog, én azt gondolom, hogy igazából ez folyamatosan jellemző az intézményre, hiszen a gyűjtőszenvedély az, hogy tárgyakkal foglalkozzon az ember, és ezeket valamilyen módon bemutassa, attraktívan bemutassa, a velük valahogy kapcsolatot hozzon létre, ez egy valamilyen öröke emberi állandó. És akkor is járt az idő. Köszönöm szépen!